Közzétették a dátumot, április második felében lesz újra üveggyűjtés a városban. Április 19-től lehet majd újra elhelyezni a feleslegessé vált üveghulladékokat a város 5 pontján elhelyezett konténerekben. A gyűjtőpontok most is a Piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi parkban, a Mizsei út Sáska utca sarkánál, a Volt kenyérgyár mellett, a Balcsi-Zsilinszky téren, a Volt ökovíz épülete mellett, valamint a Vakbottyán utca és Szolnoki út sarkán, a Hubertus parkban lesznek. Az üveggyűjtés tehát április végén lesz. 19-től lehet majd egy héten át elhelyezni az üveghulladékot a konténerekben. Eddig csekély az érdeklődés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett mobiltelefon csereprogram iránt. A 2G, 3G képes készülékeket lehet korszerűbbre cserélni, de az emberek az eddigi tapasztalatok szerint nem rohanták meg a boltokat. A lehetőség február 14-én nyílt meg, és két szakaszban július 17-éig tart. Az összesen 5 milliárd forintos keretösszegből gazdálkodó programba az NMHH tájékoztatása alapján eddig körülbelül 4000 igénylés futott be. A 20 000 forintos állami támogatást új készülék vásárlásakor az ország több mint 700 üzletében lehet egyébként igénybe venni. Cegléden minden mobil szolgáltató várja a vevőket, valamint a Kárpátia Urél utcán, illetve a Malomtószélen található nagy műszaki áruházban is lehetőség van állami támogatással új telefont venni. Elindult a nevezés a júniusi mini VB-re. Minimum 5, maximum 10 fős csapatok jelentkezését várják április 24-éig. A csapatok természetesen az idei VB 32 csapatának neveit viselik majd, így a maximum csapatszám is kötött. Fontos kitétel, hogy egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. A minitorna június 4-én lesz a Malomtószéli sporttelepen. Jelentkezési lap és további információ megtalálható a dühöngőbajnokság.hu oldalon.